öntöző csővel vannak összekötve az almafák ebben a tiszabercei kertben. 36 hektáron intenzív módszerrel, 40 hektáron pedig hagyományosan termelik a gyümölcsöt. Ha nem öntöznének, akkor nem lehetne mit betakarítani. Intenzív gyümölcsös öntözés nélkül ma már a szélsőséges időjárás miatt nem lehet telepíteni. A 9-es alanyon olyan kicsi a gyökérzete a növénynek, ha nem kap folyamatosan vizet, akkor a termésre nem is lehet számítani. A Nemzeti Agrárkamara megyei elnöke is arra ösztönözte a gazdákat múlt pénteken egy balkányi fórumon, hogy korszerűsítsék az ültetvényeket, ezzel párhuzamosan pedig építsenek öntöző rendszereket. Korszerű ültetvényeket kellene létrehozni, az öreg ültetvényeket ki kellene cserélni. A korszerű ültetvény alatt érteném, hogy öntözött területeket hoznánk létre, anélkül nem is javasoljuk a telepítéseket. Ezen a térképen a felszín alatti vizek állapota látható a megyében. Narancsárga részen gyenge a minőség, azaz nem lehet öntözni. Kis Miklós Zsolt, a miniszterelnökség agrárvidékfejlesztési államtitkára azt mondta, a vízügyi hatóságokat kell arra ösztönözni, hogy adjanak ki vízjogi engedélyeket. Az a megoldás, hogy a vízügyi hatóságot és a vízügyi igazgatóságokat kell e tekintetben pozitív irányban ösztönözni, és egy olyan jó, de szakmilag megalapozott döntés hozni, amelynek értelmében adott esetben még azok a területek is kaphatnak valamilyen formájában öntözési engedélyt, akikre most úgy látjuk, hogy esetleg mégsem kaphatnának. Látható itt ez a narancsos szín, hogy ez a gyenge állapotra utal. Veres József, a Felső-Tisza-vidéki vízügyi igazgatóság osztályvezetője azt mondta, hogy a felméréseket, az adatokat nem tudják figyelmen kívül hagyni. Sajnos a negatív állapotok azt jelzik, tehát gondolok itt a klímaváltozás hatására, a túlhasználatra, az illegális vízkivételek, hogy bizonyos helyeken korlátozni kell ezt a tevékenységet, illetve új fejlesztések nem engedélyezhetők. Szerencsések azok a gazdálkodók, akiknek már megvan az engedélyük. Tiszabercelen például 2019-ig öntözhetnek. A jövőt viszont borúsan látják a termelők. Ha nem kapunk öntözésre támogatást, ami egy korszerű öntözés körülbelül a telepítésnek egy harmadába belekerül, akkor ellehetetlenülünk és nem leszünk versenyképesek, tudva azt, hogy most is milyen verseny alakult ki az almapiacon. A vízügyi szakemberek azt javasolják, hogy a gyenge minőségű területeken gazdálkodók más, kisebb vízigényű növényeket termesszenek. Azt el kell, hogy mondjuk, hogy a klímaváltozás hatására azért meg kellene fontolni, hogy bizonyos területeken nem szükséges termelési kultúra, művelési ágváltás. Az érintett gazdák területük állapotáról a vízügy.hu oldalon tájékozódhatnak, de kérhetik az igazgatóság munkatársait is arra, hogy mérjék fel gazdaságukat.